Idén év elején jelentek meg az első olyan hírek, hogy lassulni látszik az utóbbi években tapasztalt drasztikus drágulás az ingatlanpiacon. Ez az év első háromnegyedére be is igazolódott. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is stagnálni kezdtek az árak. Az ingatlan.com legújabb elemzése ráadásul rámutat egy érdekes ellentétre, amely több vármegyére, így Szabolcs-Szatmár-Beregre is igaz. Arra, hogy az átlagos négyzetméter árak stagnálása vagy mérsékelt növekedése ellenére a lakó ingatlanok átlagára sok helyen csökkent. Az árak alakulását jól jellemzi, hogy jelenleg az átlagos négyzetméter ár a vármegyében átlagosan 442 ezer forint az eladó lakások és házak esetében, egy évvel korábban pedig 417 ezer forintos volt ez az átlag. Ugyanakkor az eladó lakóingatlanok átlagosára 31 millió forintot tett ki, szemben a tavaly szeptemberi 34,5 millió forinttal. Ebből az derül ki, hogy a kínálatban nagyobb súlyt tesznek ki a kisebb ingatlanok, ezek most a piac képesebbek, ezeket viszik most a vevők jobban, mert összességében bár magasabbak a négyzetméter árak, de az ingatlanok ára mégis alacsonyabb. Az átalakulás nagy mértékben köszönhető a megváltozott gazdasági környezetnek, tette hozzá Balogh László. A megnövekedett infláció miatt ugyanis körülbelül duplájára emelkedtek a hitelkamatok is. Ez az utóbbi hetekben kezdett el mérséklődni. A szakértők is azt várják, hogy a közeljövőben újra megélénkülhet az ingatlanpiac. Ehhez ráadásul a családi otthonteremtési támogatások kibővítése is hozzájárulhat 2024-től. Az őszi hónapokban látunk némi élénkülést, ami nagy mértékben a lakástámogatások átalakításával van összefüggésben. Egyrészt a falusi csokos támogatások 2024-től bővülnek, és ez különösen érzékenyen érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ahol nagyon sok falusi csokos település található. Ez egyébként a várhatóan a 2024 évele ingatlanpiaci forgalmat erősíteni fogja, mert azok, akik most nem vettek lakást, például a kivárási stratégiájuk miatt, a jövő évben fognak ingatlant vásárolni a magasabb összegű falusi csokos támogatással. Ami viszont a nagyvárosi csokkal kapcsolatos várakozásokat illeti, ott is arra lehet számítani, hogy a nagyobb támogatási összegek jövőre inkább a vállalt gyermekekhez lesznek elérhetők, így most leginkább azok a családosok mozgolódnak a lakáspiacon, akiknek már van 2-3 gyermekük, újakat már nem terveznek, ezért a meglévő támogatásokat szeretnék kihasználni. A nyíregyházi lakóingatlanok 39 millió forintos átlagáron szerepelnek a jelenlegi kínálatban, míg egy évvel korábban ez az érték 42 millió forint volt. Máté Szalkán, Nyírbátorban, Kisvárdán és Nagykállóban ugyanakkor néhány százalékkal drágultak a lakások. A szakértők úgy látják, az év eddigi részében tapasztalt gyengébb kereslet miatt idén már nem fognak növekedni az árak az ingatlanpiacon.